Az angyalföldiek az egyik legerősebb kerettel érkeztek ide, még akkor is, hogyha 10 hiányzójuk van. Lássuk gyorsan az összeállítását a Vasasnak. Schindler Szabolcs vezetőedző mindösszesen egy módosítást eszközölt, kimaradt Kovács Milán a csapatból, miután az 5. sárgalapját begyűjtötte, helyette Hinora Kristóf van ott a kezdő 11-ben. A debrecenieknél 3 módosítás van, bekerült a kezdőbe Székely Dávid, Nagy Krisztián és Kenderesi Dávid, kimaradt Nagy Zoltán, Sárosi és Orosz, a Vasas ugye a 2. helyen áll a DVSC mellett, a Deac pedig a sereghajtó továbbra, és az első helyzet pedig rögtön itt a találkozó elején. Jó a lövés, Jova nem tudja először megfogni, Rezes próbálkozását, aztán másodjára meg tudta szelídíteni a labdát. Jó jön be a szöglet, középen kifejelték. Zahán volt az, aki kibórintotta vissza, egy kapás lövés, szépen csinálta Hidi. És Zöldesinek kellett védenie, felpörgette magának, rászúrta egyből, nem volt igazán veszélyes, de látványos helyzet volt. Rezes szépen játsza meg Kundrákot. Szép az első csel, aztán vissza Rezesnek, középen ketten vannak. Rezes nagy lövő, ezt most is bebizonyította. Hát egy jó 25 méter legalább volt a távolság, ha nem több. Rezes egy állítás után rászúrta. Hát egy métert nagyjából tévedett, de nem volt ez egy rossz kísérlet. Akárcsak az etében, itt a Vasasban is meghatározó csatárrá vált Radó András. Fecsesi innen tényleg 49 volt lőttek, abból vállaltak ketten 22-t. Na lássuk a szabadrugást, élesen be a labda, tiszta fejes, és vezet a Vasas a 33. percben. Nagyon veszélyesen elvégzett szabadrugás, jól jön be, és középen teljesen elfelejtkeztek a Vasas játékosáról. 33 perc után tehát feltörték a Deac védelmét a vendégek. Ennyit számít egy jól elvégzett szabadrugás. És ha jól látom, akkor Vicián volt a gólszerző. Spitzmüller nagy. Ez most eddig egészen tetszetős. Székely. Megérkezik Bénye is a támadáshoz, aztán nagy. Előre az még egy jó labda, meg is lehetne játszani, ott a lehetőség. Székely lövőhelyzet, felé vágja Székely. Az eddigi talán legnagyobb lehetőség a Deac neve mellett. Kis Bence szépen tartotta meg kis szerencsével, és az felső rövid sarok üresen tátongott, ezt vette célba a Székely. Kimerem jelenteni, hogy egyenlítési lehetőséget puskázott el Székely Dávid. És ez most ismét egy Vasas kontra lehetőség. Werner szépen hagyja ott az emberét, Radó. Radó ellövi laposan, kapufa! És aztán Bényei vágja ki. Ez most egy jó helyzet volt és egy szép akció, ezért kell nagyon figyelni a kontrákra. Villámgyorsan felépült a Vasas támadása, és aztán egy pici hiányzott ahhoz, hogy megszerezzék a 2. gólt a vendégek. De még ebből a mérkőzésből is van 5 perc. Jó beadás a Székelynek, mindenki előtt elmegy, ott a lövés. Na még egyszer, Szidi előtt tisztáznak, óriási helyzet maradt ki. A gólvonalról vágta ki Otikba a lehetőséget, a kapus már verve volt. A szöglet talán még valami veszélyt rejtegethet a hazaiak számára. Élesen a labda, Vicián fejeli ki, és ebből most inkább a vendégek jönnek ki jól, ha minden igaz, hiszen Vernes elindul a kontrával, Vernes viszi még, leadja, nem biztos, hogy leadja, átpöcköli Zöldesi, ott a lehetőség, Radó előtt, és ott is kimarad a helyzet. Na hát ez most egy jó kis perc, bárcsak ilyen lett volna az egész találkozó. Vernesnek nem volt szíve leadni, Zöldesi védte, és aztán visszaért még Zöldesi másodjára is.